2020. március 19-én nyílt napot tart a Rimaszombati Magánalapiskola. A gyerekek és a felnőttek személyesen győződhetnek meg az intézmény korszerűségéről. Az osztályokban 8, maximum 14 diák tanul, így a tanárok egyénre szabottan tudnak dolgozni. A második és a negyedik évfolyamban az iskola nagy hangsúlyt fektet a mozgásra, illetve a sportoktatásra. A tanulók a jégkorong, röplabda, fitness sportképzéseken is részt vehetnek. Fejleszthetik angol tudásukat is, hiszen a többi tantárgy óráján is találkozhatnak az angollal. A diákok az érdemjegy mellett szóbeli értékelést is kapnak. Évente vesznek részt úszó tanfolyamon, sítanfolyamon, korcsolytanfolyamon, valamint ismerjesztő tanulmányutakon. A Rimaszombati Alapiskola jó teszteredményekkel dicsekedhet, hiszen az ötödikes diákok szlovák nyelv és matematikából jobb eredményeket értek el, mint az országos átlag. Az elsősök ünnepélyes beiratkozására 2020. április 1-én 14-től 16 óráig kerül sor.